76 éves korában hosszú betegség után meghalt Marton László Kossuth díjas rendező. Sztrájkolnak a diákok, a köznevelési törvény miatt alternatív tanórákra ülnek be, vagy nem mennek iskolába. Parasztnak és gyávának nevezte Karácsony Gergely aktivistáját Tarlós István, arról kérdezték, hogy vállalja-e a vitát. És laptopokat foglaltak le a rendőrök Pikó András kampányközpontjában, este szimpátia tüntetés lesz Pikóék mellett. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. 76 éves korában hosszantartó súlyos betegség után meghalt Marton László Kossuth díjas rendező. Halálhírét családja jelentette be. Pályáját a Vígszínházban kezdte, 2017-ig a társulat tagja volt. Tanított a színház és filmművészeti főiskolán és külföldön is. Vendégrendezőként többször dolgozott az Egyesült Államokban, Kanadában, Helsinkiben, Tel Avivban és Németországban is. Munkásságáért számos díjat kapott. 2017-ben szexuális zaklatási vádak miatt felfüggesztette oktatói tevékenységét és lemondott főrendezői állásáról a Vígszínházban is. Közel két éves szünet után idén, februárban Veszprémben tért vissza. Molière Tartüffét vitte színre. Pályatársa, Berebes István szerint Marton László az elmúlt 50 év színházi kultúrájának jelentős alakja volt. Nagyon-nagyon sok esélyt biztosított, nagyszerűvé vált művészeknek, csinált egy igen minősíthető Vígszínházat 24 évig, amúgy, mint vezető is egy barátságos valaki volt, természetesen tévedett ő is sokszor, de a sztenderdje az mindenképpen kimagasló. Országos sztrájkot tartanak ma a diákok, a kezdeményezéshez több iskola is csatlakozott, ahol alternatív órákat tartanak. A szervezők azt kérték a tanulóktól, hogy vagy ne menjenek iskolába, vagy ezeken az alternatív órákon vegyenek részt. Az akciót azért szervezték, hogy tiltakozzanak a nyár elején elfogadott köznevelési törvény módosításai ellen. Most pedig kapcsolunk az egyik ilyen alternatív óra helyszínére, ahol ott van kolléganőnk, Harangozó Csilla. Szervusz Csilla, mi történik ott? Szervusz Réka, köszöntöm a kedves nézőket is. Ugye most a 8. kerületben vagyunk az Aurórában, és a hátam mögött talán látszódik, itt most épp a sajtószabadságról tartanak egy előadást. Itt mellettem pedig társas játékoznak, ez egy úgynevezett mentor társas játék, ahol egy hátrányos helyzetű gyerek bőrébe kell bújni, illetve a mentorába, és így kell minél magasabb végzettséghez eljutni, ez egy ilyen szituációs játék. De itt a diákoknak csak a kisebbik része van az udvaron, ahol mi vagyunk, hiszen lent a pincében egy nagyobb teremben van most egy alternatív irodalomóra, amit egy kortárs tart, illetve egy másik nagy teremben is tartanak még előadások, és egészen délután 4-ig előadások lesznek. Ezekről egyébként készítettünk vágó képeket is, tudunk mutatni a helyszínekről néhány képet is. Az a lényege ennek az alternatív órának és ennek az alternatív tanítási napnak, hogy a diákok nem csak azt szeretnek üzenni, hogy ők már nem akarnak iskolába menni, hanem konkrétan sztrájkolnak az oktatási rendszer, illetve az elfogadott új törvény ellen. És azt szeretnék üzenni, hogy nem azért vannak itt, pontosabban, hogy tiltakozzanak, és máshogy szeretnének tanulni, tehát nem azért nem mentek iskolába, a saját iskolájunkba, mert nem szeretnének tanulni, hanem máshogy szeretnének tanulni, és ezért vannak itt alternatív órák, alternatív történelmóra lesz például, még itt a 8. kerületben szerveznek egy sétát, illetve hogyha délután 4-kor majd befejezik a tanítást, akkor pedig majd átmennek a Margit szigetre, 16:30-ra, ott majd Noár is fog koncertezni, ez azoknak szól, akik esetleg nem tudtak ide eljönni, akik nem tudták megoldani, hogy ne menjenek el ma iskolába, azokat is oda várják majd szeretettel. Egyelőre ennyit most innen a helyszínről, a híradóban bővebben is beszámolok majd az itt történtekről. Harangozó Csilla, köszönjük szépen! Második és harmadik családvédelmi akciótervet ígért, kampányolt Tarlós Istvánért, és méltatta Trócsányi Lászlót szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök forró pillanatokra számít Trócsányi meghallgatásán. Szerinte nem lehet fogást találni rajta, csak annyit, hogy a támadók szemszögéből rossz helyről jött, mert magyar. A családpolitikáról a kormányfő azt mondta, szomorúan tapasztalja, hogy még mindig nem születnek meg a vágyott gyermekek, mert akadályok kísérik a fiatalok életét, ezért van még teendő. Az interjú utolsó egy percében kitért az önkormányzati kampányra is. Azt mondta, hogy alkalmas vezetőket kell találni, akik a települések életét jól tudják irányítani.
Tehát nem az a feladat, hogy összeveszünk egymással, meg ellenségeket gyűjtsünk, egy városnak, meg egy falunak szövetségeseket, barátokat kell gyűjteni, együtt kell működni, például a kormánnyal is. Ha valaki az ellenkezőjét hirdeti meg, és látom, hogy Budapesten az ellenzék jelöltje az ellenkezőjét hirdette meg, az alkalmatlan, mert nem érti, hogy miről szól az önkormányzat, és miről szól az önkormányzati választás. Vitába keveredett Karácsony Gergely aktivistáival Tarlós István. Az aktivisták a 7. kerületi Dohány utcában konfrontálódtak a főpolgármesterrel, miután azt próbálták megtudni tőle, hogy vállalja-e a vitát Karácsony Gergellyel. Arra kérték a főpolgármestert, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon. Tarlóst parasztnak, gyerekesnek és gyávának nevezte az egyik aktivistát. Úgy fogalmazott, hogy azért félnek, mert a főnökük rosszul áll. A főpolgármester azt is mondta, hogy neki nem Orbán Viktor mondja meg, vitázik-e, mert önálló ember. Hozzátette, a labda Karácsony Gergely tér felén pattog, de a vita feltételeit előbb Berki Krisztiánnal és Puzsér Róberttel kell rendezni. Még az aktivistákkal folytatott vitát megelőzően küldte el válaszlevelét Tarlós István Karácsony Gergelynek, amelyben azt írja, méltatlannak és álságosnak tartja a vitáról szóló vitát, ezért abban addig nem kíván részt venni, amíg a feltételei ködösek. Karácsony Gergely szerint Tarlós mindig is a kifogások embere volt. Látjuk, hogy komoly tülekedés van, mindenki szeretne vitatkozni Tarlós Istvánnal. A kormányinfón is a főpolgármester jelölti vitáról kérdezték az újságírók a miniszterelnökséget vezető minisztert. Gulyás Gergely azonban elhárította a kérdést. Azt látom, hogy Karácsony Gergely, tudom, ez a celeb hős, ez a Berki nevezetű ember, Puzsér Róbert, és mindenki bejelentkezett, hogy vitázna a főpolgármesterrel. A főpolgármester úr majd eldönti, hogy ki a esélyes jelölt, kikkel akar vitatkozni, egyáltalán akar-e vitatkozni. Tarlós István néhány napja még nyitott volt a vitára. Én már korábban is azt válaszoltam, hogy elvileg ilyet lehet mérlegelni, most csak annyit mondtam, ugye amennyit most is tudok mondani, hogy persze, de hát a másik térfélen pattog a labda. Karácsony Gergely meg is nevezte az időpontot, a helyszínt és a témákat. A főpolgármester válasza alapján, amelyet az ATV.hu szerzett meg, most úgy tűnik, egyelőre nem áll bele a vitába. Azt írja, mivel a meghatározó feltételeket nyilvánvalóan kerülgeti, és ráadásul még a vita résztvevőinek köre is veszekedés tárgya, így a vitáról való vitát méltatlannak és álságosnak tartom. Amíg a feltételek ennyire ködösek, a vita vitájáról nem kívánok tovább kommunikálni. Karácsony Gergely szerint Tarlós István mindig is a kifogások embere volt. Volt egy esélye arra, hogy legalább elhitesse néhány percig, hogy ő nem ugyanolyan fideszes politikus, mint az összes többi, úgy tűnik, hogy saját maga adta bizonyítását annak, hogy ő csak egy a sok fideszes politikus közül, akiket Orbán Viktor bábuként mozgat. Gulyás Gergely az ATV kérdésére elismerte, ha Karácsony Gergely nyer, érvényét veszti a Budapest és a kormány közti 1000 milliárdos megállapodás. Hasonló politikai megállapodásokra Budapest mindenkori főpolgármesterének a kormánya szüksége van. Aki alkalmas főpolgármesternek, meg polgármesternek, az független attól, hogy egyébként miben ért egyet a kormánya, meg miben nem, az együttműködést keres. Aki alkalmatlan, mint Karácsony Gergely, az pedig elutasítja az együttműködés lehetőségét. Egy normális demokráciában, ha egy miniszter, főleg akkor, hogyha a kormány második embere, azonnal távoznia kéne a közhatalomból, hiszen ez a mondat azt feltételezi, hogy Orbán Viktor és Tarlós István magánszemély, hogy Budapest és Magyarország az ő hűvérgyarmatuk, és azt csinálnak velük, amit akarnak. Karácsony Gergely megerősítette, ő bármilyen feltétellel hajlandó vitázni, de a kifogásokat nem fogadja el. Pikó András 8. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt és kampányfőnöke udvarhelyi Tessa laptopját foglalták le a rendőrök a kampányközpontban tartott házkutatás során, írja a Magyar Nemzet rendőrségi forrásokra hivatkozva. A lap szerint udvarhelyi Tessát szerdán és tegnap is tanúként hallgatták ki. Azt is írják, hogy a laptopokon kívül a nyomozók dokumentumokat is elvittek, amiken másolt adatok, illetve töredékes feljegyzések voltak. Az ellenzéki pártok ma estére szimpátiatüntetést szerveznek Pikó András és kampánycsapata mellett. Rendkívül felindult állapotban vagyok. A 8. kerületi ellenzéki polgármester jelölt Pikó András kampányközpontjából jelentkezett be szerda este Karácsony Gergely. Pontosabban az udvarról, bent a házban ugyanis a rendőrök épp házkutatást tartottak, és kihallgatták Pikó kampányfőnökét. Ha van olyan csapat, amiről egészen 1000%-ig biztos vagyok abban, hogy a kampány során minden, nem csak a politikai vagy a jogszabályban leírt normákat, hanem a legszigorúbb erkölcsi normákat is betartják, az azt gondolom, hogy Pikó András és a csapata.
Ez alapján a kép alapján írt cikket még hétfő reggel a Magyar Nemzet. A fotót Udvarhelyi Tessa, Pikó András kampányfőnöke osztotta meg. A back-office csapat laptopok mellett dolgozza fel az ajánlóíveket. A Magyar Nemzet szerint így feltételezhető, hogy adatbázis építésére használhatták az adatokat. A hétfői cikkben még csupa feltételes módban fogalmaztak. Az ajánlóívekről törvénytelen listát készítettek. Teljesen nyilvánvalóan kiderül a ma megjelent sajtóhírekből. Ugyanaznap Kocsis Máté már tényként számolt be a csalásról. A BRFK másnap nyomozni kezdett ismeretlen tettes ellen a helyi választási bizottság feljelentése alapján. Szerda délután pedig már ki is mentek a 8. kerületi irodába házkutatási parancsal. És sajnos csak idáig tudom önöket kalauzolni. A kampánycsapat laptopjait vizsgálták, egyiket el is vitték a rendőrök. Pikó szerint politikai megrendelésre dolgozik a rendőrség, azt mondja, ők mindent törvényesen csináltak. Laptopokra azért volt szükség, hogy számon tartsák az ajánlóíveket, hogy mindet vissza tudják juttatni. Arra, hogy a fideszes ellenfeleink hogyan keretezik ezt a történetet, csak egy valamit tudok mondani, hogy rossz az, aki rosszra gondol, és önmagából indul ki. Ugye pontosan tudjuk, hogy a Fidesz tiltott és törvénytelen adatbázist épít Kubatov listát. Mi nem csinálunk ilyet. Gulyás Gergely szerint nehéz a képet máshogy magyarázni, de az ártatlanság vélelme megillet mindenkit. Ha valaki megnézi, hogy mi történt, akkor dolgozna a rendőrség politikai megrendelésre, hogyha ilyen esetben a helyi választási bizottság döntése alapján nem indítana nyomozást. Tehát szerintem egy normális, szakszerű eljárás zajlik, a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Abban az esetben, amikor tények bizonyítják, feljelentés van, és maga a rendőrség is elismeri, hogy választási csalás történt, nincs házkutatás. A DK és a Momentum is kiáll Pikó András mellett, és közös szimpátiatüntetést szerveztek péntek estére. A józsefvárosi Fidesz visszautasítja a Sáraboton polgármester tért vádakat. Azt írják, idézem, Pikó ne próbáljon magából mártét csinálni, inkább vállalja a politikai felelősséget a kialakult helyzetért. Vállalja a felelősséget budakeszi összellenzéki képviselőjelöltje, ha veszélyes a társadalomra az 3D-s zebra, amelyet szerda hajnalban festettek fel aktivisták az egyik helyi általános iskola elé. A rendőrség az akció miatt közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával ismeretlen tettes ellen eljárást indított. Mintha szabályos gyalogátkelő lenne, úgy mennek át a gyerekek azon a 3D-s zebrán, amelyet szerda hajnalban gerilla akcióban festettek fel a Buda környék fejlődéséért egyesület aktivistái a város egyik forgalmas pontján. Én nem önkényesen jelöltem ki a zebra helyét, itt amúgy is zebra lesz. Szemző Áron azt mondja, az akcióra azért volt szükség, mert az új tanévre átadott új iskola előtt az önkormányzat ígérete ellenére nincs zebra. Az iskolától körülbelül 200 méterre van ugyan egy kijelölt gyalogátkelő hely táblával, ám hogyha ezen átmegyünk és szeretnénk tovább menni az iskola irányába, akkor azzal szembesülünk, hogy ez a járda itt véget ér, és innentől kezdve csak a súsnyásba lehet közlekedni. A környéken lakók szerint az új iskola csak növelte az útforgalmát, ezért is szükséges a gyalogátkelő. A zebrára igen, igen, és még ígérték, hogy még egy lesz kicsit fentebb. Szerintem még lámpa is kéne. Én itt lakom Budakeszin, és elég erős forgalom van itt, hiába van 30-as felfestés, úgyhogy kell, igen. Én a lakók szavát meghalva az önkormányzat helyett cselekedtem, és felgyorsítottam a folyamatot, hogyha bárki szerint egy 3D-s, messziről látható zebra, amin a gyerekek biztonságban át tudnak kelni, a társadalomra veszélyes, akkor én természetesen ezért a felelősséget vállalni fogom. És valószínűleg vállalnia is kell. Az akció után ugyanis a rendőrség is megjelent a helyszínen, és megállapította a szabálytalanságot. A budaörsi rendőrkapitányság az ügyben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt eljárást is indított ismeretlen tettes ellen. Ilyen például a kiemelt közvilágítás, ilyen például a kitáblázás. A zebrafestés törvényi feltételeit sorolja budakeszi alpolgármestere, aki szerint a gerilla akcióban felfestett gyalogátkelő semmilyen előírásnak nem felel meg. Orr Alajos azt mondja, az ellenzéki képviselőjelölt csupán 2 nappal előzte meg a hivatalos zebrafestést. Az önkormányzat egy pályázat keretében épít ott buszmegállót és a hozzá kapcsolódó gyalogátkelő helyet. 4. közbeszerzésre sikerült kiválasztanunk egy olyan vállalkozót, aki ezt megcsinálja. Mindent elkövetett az önkormányzat, hogy lehetőleg az iskola kezdésig a gyalogátkelő megvalósuljon. Budakeszi önkormányzata azt ígéri, a törvényi feltételek teljesülése után pénteken elkezdik a hivatalos zebra építését ugyanott.
Hónapokkal ezelőtt zárra levette a rendőrség Simonka György újkígyósi otthonát, írja a 24.hu. A portál információi szerint ugyanaz ingatlan hivatalosan egy ideje már nem a költségvetési csalással vádolt kormánypárti politikus tulajdona, még mindig ott él a családjával. A ház néhány éve került részben Simonka unokahúga, részben a gyerekei nevére. A 24.hu azt is írja, hogy a 160 négyzetméteres ingatlan tulajdonjogával évek óta manővereznek, amire Simonka csődbe ment agrárcége miatt lehetett szükség. Simonka György ellen augusztus végén emeltek vádat bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Szeptember végén hirdetnek ítéletet az MTV a székházban akciózó képviselők ügyében. Az ítélet hirdetés előtti utolsó tárgyalást tegnap tartották. A pert 5 ellenzéki képviselő indította tavaly decemberben. A politikusok a közigazgatási bíróságok és a rabszolgatörvény miatt tüntetés után mentek be az állami tévé épületébe, hogy beszéljenek a vezetőséggel. Azt szerették volna elérni, ha ismertetik petíciójuk tartalmát. Egész éjjel az épületben maradtak, ahonnan aztán a biztonsági őrök dobták ki őket. Ezt az eljárást támadták meg a bíróságon. A szeptember 26-ára várható elsőfokú döntés azért is jelentős, mert kiderülhet belőle, hogy meddig terjed az országgyűlési képviselők belépési joga, amelyet nem részletez a vonatkozó törvény. Eltúlzott és hisztérikus a szlovák diplomácia reakciója a magyar-szlovák meccsen történtekre, ezt a külügyminiszter mondta az állami tévében. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a mérkőzést a szlovák parlamenti elnökkel nézte végig, aki a lefújás után tiszteletre méltó interjút adott, az együttműködést és a hangulatot dicsérte. Szerinte a pozsonyi külügyi bürokratáknak a politikai vezetőhöz hasonlóan azon kellene dolgozniuk, hogy a közép-európai együttműködés minél hatékonyabb és szorosabb legyen. Azt is mondta, hogy ha ő minden hasonló esetben bekéretné a szlovák nagykövetet, akkor a diplomata állandóan a minisztériumban lenne. Oroszország szerte házkutatásokat tartottak a hatóságok a legismertebb ellenzéki politikus Alekszej Navalnyij mozgalmának irodáiban. A nyomozók műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le. Navalnyij korrupció ellenes alapítványát korábban 1 milliárd rubel, átszámítva több mint 4,5 milliárd forint értékű pénzmosással gyanúsították meg. Kommandósok vitték el a legismertebb orosz ellenzéki politikus Szentpétervári irodájának vezetőjét. A permi irodában is házkutatást tartottak. Az egyik kommandós megtiltotta az újságíróknak, hogy filmezzék az akciót. Amikor később bementek a helyiségbe, azt látták, hogy az ajtót betörték, az adathordozókat eltávolították, és a biztonsági kamerákat is magukkal vitték a hatóságok. A Novoszibirszki irodavezető élelmesebb volt. Amikor megneszelte, hogy nála is razziát akarnak tartani, drónra tette a memóriakártyákat, azzal bocsátotta útjára őket, és küldte el egy megbízható embernek. A szaratovi irodavezetőt a saját lakásán keresték fel a nyomozók. A kislánya sírva fakadt, amikor a hatóságok dörömbölni kezdtek az ajtón. Mihelyt beléptek a lakásba, leállították a filmezést. Jekatyerinburgban is volt razzia. A lányom hívott fel azzal, hogy a rendőrség a lakásban van. Azonnal hazamentem. A házkutatás a jelenlétemben kezdődött el. Elvittek egy pendrive-ot és egy mappát a korábbi bírósági tárgyalások anyagával. Később szemtanúként kihallgattak a rendőrségen, mondta az irodavezető. Navalnyij szerint a múlt hétvégi regionális választások eredménye bosszantotta fel az orosz elnököt. Putyin dühös lett a taktikai szavazás miatt, mert kedvenc gyermeke az Egységes Oroszország párt megrendült Moszkvában, és vidéken is komoly veszteségeket szenvedett el. Magyarázta Navalnyij, aki egyben ígéretet tett arra, hogy folytatják a harcot, ahogy mondta, a csalók és tolvajok ellen. Oroszországban a hétvégén tartottak helyhatósági választásokat. A Putyin által támogatott Egységes Oroszország párt országszerte erős maradt ugyan, de Moszkvában elvesztette mandátumai egyharmadát. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a voksolásból kizárt ellenzék felhívására sokan okosan szavaztak, vagyis a legesélyesebb ellenzéki jelöltre adták le a voksukat. Egy 10 fős drogkereskedő banda tagjait fogták el a rendőrök 3 megyében. Az akcióban 168 rendőr vett részt, Budapesten, Törökbálinton, Debrecenben és Szegeden tartottak házkutatásokat.
Miután kiderült, hogy a bűnbanda tagjai szervezetten értékesítenek kábítószernek minősülő anyagokat. Az akcióban 22 g amfetamint, 800 g marihuánát, 180 darab ecstasy tablettát, valamint fegyvereket és 10 millió forint készpénzt foglaltak le. A 10 gyanúsítottból 9-et őrizetbe vettek. Laska gombával álcázta a marihuána ültetvényét egy férfi Budapesten. A kiérkező rendőröknek azt mondta, a mérgező gombaspórák miatt vegyenek fel légzőkészüléket, pedig csak a fű jellegzetes szagát akarta így semlegesíteni. A rendőrök azonban rájöttek a csavarra, és megtalálták a barlangvájatban kialakított ültetvényt. Kedden reggel lepték el a 22. kerületi barlangot a helyszínelők és a nyomozók. Az előtérben néhány gombatelepet találtak, egy elválasztó fal mögött azonban egy egész kanambisz ültetvény volt kialakítva. A tulajdonos az utolsó pillanatig próbálta menteni a menthetőt. A rendőröknek légzőkészüléket javasolt a járatba való belépés előtt. Abban bízott, hogy úgy talán nem érzik meg a marihuána szagát. A gyanúsított laskagomba ültetvénynek átszázta a kábítószer ültetvényt, és a helyszínre kiérkező rendőröknek is azt mondta, hogy a mérgező spórák miatt vegyenek föl légzőkészüléket. Ez nem így történt, és kollégáim a járatrendszerben egy 386 többből álló marihuána ültetvényt találtak. A növények éppen szüretelés előtti állapotban voltak. Az ültetvény profi kialakítása és a mellettük talált eszközök alapján a rendőrök azt mondják, régóta foglalkozhatott a férfi a termesztéssel. A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy az ültetvény szellőző és öntöző rendszerét és a világítását is lopott árammal üzemeltette a férfi. Valószínű, hogy a megpiszkált rendszer miatt voltak gyakoriak az áramkimaradások a környéken. Budafogtétény alatt a mészkőbányászat során kivált barlangrendszer húzódik. Ennek körülbelül 60-70 hasonló bejárata lehet. Ezek többségében pedig tényleg gombát termesztenek, de láttunk olyan vájatot is, amiben autószerelő műhelyet alakítottak ki. A terület egy része magántulajdonban van, a többi az önkormányzaté, a férfi is onnan bérelte. A rendőrök a keddi rajtaütés után azonnal kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A fővárosban jelenleg nagyon szép az idő, de hogy ez így marad-e vagy sem, már is megtudhatjuk Gána Émitől. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Késő nyárias idővel kezdődik a hétvége, hiszen ma délután a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, és a folytatásban is napos marad az időjárás. Némi felhőt azért találhatunk az égen, ezek gomoly felhők, amelyekből csapadék a mai napon nem hullik majd. Élénk lehet az északi, északnyugati szél. A hétvégén is csak kismértékű változást tapasztalhatunk, azaz egy gyenge hidegfront érinti térségünket, ezért szombaton több lehet a felhő, néhány helyen eső zápor is kialakulhat, de még mindig számíthatunk napsütésre. Aztán vasárnapra pár fokot csökken a csúcsérték, viszont hétfőn ismét magasabb hőmérsékleteket mutatnak majd a hőmérők. Igen ám, de a keddi napon egy markásabb hidegfront is elérheti térségünket, ekkor megérkezhet a hűvösebb, változékonyabb őszi időjárás is. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Somos Andrással. Szia András, téma az van bőven, nálad mik a legfontosabbak? Szia Réka, te bemennél egy szakadt farmerbe a suliban? Most is szakadt farmer van rajtam egyébként, de nyilván ezzel nem szeretnék mutatni semmit, de én szeretem a szakadt farmereket. Hát szerintem szomorúak a nézők emiatt, de mindegy, ez mellékes. Ami a lényeg, ugye Szekszárdon a Garai iskolában így mentek be szolidaritásból a diákok egy olyan diák önkormányzati elnök kilépése miatt, aki egyébként azért kényszerült elhagyni az iskolát, mert egy másik diáktársa feddést kapott az igazgatótól, amiatt, mert valamit lájkolt a Facebookon. Ez az egyik témánk, a másik az, ami már a híradóban látszott, hogy Piko András és az ő kampánycsapata készletezi az adatokat, tehát hogy így rakják, így ilyen stócban, és így feltornyozzák az önök adatait, hát nem elképesztő. És akkor a harmadik, de hogy ezt honnan tudjuk, azt nem tudom, tehát ne kérdezzék tőlem, hogy ezt honnan tudjuk, de tudjuk. Bekérették ugye a nagykövetet Pozsonyban, a magyar nagykövetet, hát mondjuk Szijjártó Péter szerint ez hisztéria, mert ő együtt nézte a szlovák házelnökkel, ha jól figyeltem a híradóban, és hogy hát ők nem is hallották a kifütyülést, Réka, úgyhogy akkor minden rendben van, és egyébként meg teljesen mindegy, hogy mi történt. Az a lényeg, hogy ez hisztéria.
Ez a lényeg, András, köszönjük szépen. És önöknek is köszönjük a figyelmet, legközelebb híradóval 17:30-kor jelentkezünk, most pedig nézzék a fórumot Somos Andrással, telefonáljanak neki, viszontlátásra.